Július 17-e és 21-e között idén már harmadik alkalommal szervezi meg a Génius Jótékonysági Alapítvány az Ungvidéki Sporttáborát. Az egyhetes eseménysorozat helyszíne a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola EGÁNEDE Szakképző Centrum Dobronyi Szakképzési Központja. A tábor célja, hogy szakmailag fejlesszék a sportoló diákokat, és az, hogy lehetőséget biztosítsanak számukra az aktív testmozgásra és a közösségben való létre. A sporttáborra évről évre többen jelentkeznek. Idén a tavalyi 59-hez képest 75 gyermek vesz részt a tábor foglalkozásain. A Génius Jótékonysági Alapítvány harmadik alkalommal szervezi meg Nagydobronyban az Ungvidéki Sporttábort, amelyre 75 gyermek jelentkezett, köztük 28 kislány. Ez nagy öröm számunkra, hogy a lányok is aktívan részt szeretnének venni a sportolási lehetőségeken. Közel egy hónap volt ráadva, hogy a gyerekek beregisztráljanak, oktatókat felkértük, és teljes ellátással a Magyar Kormány Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság Betlen Gábor alap támogatásával ez a hét a sportolási itt Nagydobronyban. A gyermekek asztali tenisz, foci, kézilabda, csocsó, röplabda és egyéb sportolási lehetőségek közül választhatnak, majd az utolsó napon pénteken ezekből a sportágakból megmérettetnek, versenyzésre kerül sor, ahol kupákat, érméket és okleveleket fogunk átadni. A hét folyamán a résztvevők különböző sportolási lehetőségeket próbálhatnak ki, mint például a labdarúgás, röplabda, asztali tenisz, karate, tollaslabda, sakk és dámajáték. A foglalkozásokat helyi szakemberek vezetik, amelyek mellett a tanulóknak lehetőségük nyílik szabadidős tevékenységekre is. Különböző sportágak lesznek, amelyeket fogunk gyakorolni, edzeni, felkészíteni, tanítani a gyerekeket. Fog hozzánk érkezni egy Kyokushin Kai karate karate, és aki már ő is a harmadik alkalommal van. A gyerekek nagy élvezettel vesznek részt az edzésein, az óráin. A nagy meleg hatására úgy tervezzük, hogy próbáljuk bent a sportteremben és itt az aulában a délutáni foglalkozásokat levezetni. Délelőtt fogunk jobban kint, a focipályán és a kinti röplabdapályán. Készülünk egy túrára, amit reménység szerint, hogy el tudunk végezni, el tudjunk menni. Hát reméljük, hogy gyerekek élvezni fogják, és szórakoztató, tanulságos lesz számukra ez a hét. Várodi Natália, a Génius Jótékonysági Alapítvány vezetője, örül, hogy a szülők és a gyermekek szívesen választják az általuk szervezett táborokat. Köszönjük szépen a szülőknek a bizalmat, a gyermekeknek, hogy minket választottak, a kollégáknak a munkát. Eredményes, élményekben gazdag, sok új baráttal, új kapcsolatokkal gazdag hetet kívánunk a gyermekeknek. A táborzárásra péntek délután kerül sor, amikor is a résztvevők megkapják a korábbi megmérettetések alapján kiérdemelt okleveleiket és érmeket.